Valaki jár a fák hegyén, ki gyújtja, soltja csillagot, csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek még, reménykedem, ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. A vers szeretete és a hozzá kapcsolódó idézőjelbe vett művészi munka lényege nem változott. Ellenben az, hogy milyen formában jelentkezünk, és a televízióval való együttműködés hogyan aktualizálódik, és hogyan válik bizonyos értelme egymás számára gyümölcsözővé, az ebben az évben a úgynevezett telefonos technikán keresztül fog megvalósulni, és az azt is jelenti, hogy minden évben újabb kihívások elé nézünk. A táborba azért jöttem, mert már több versenyző is mondta, hogy ez egy nagyon jó tábor, nagyon sokat lehet tanulni, nagyon jó a hangulat. Úgy gondolom, hogy ők nagyon sokat tudnak nekem segíteni a versmondásban, a beszédtechnikán, a magát, hogy a szöveget, hogy értelmezzük. Én azért is jöttem ebbe a táborba, mert úgy érzem, hogy itt olyan emberekkel tudok találkozni, akik hasonlóképpen éreznek akár egy vers iránt, vagy akár összességében a költészet iránt. Ezért ez lelkiekben és szellemiekben ez egy olyan közösség, amit nem érdemes kihagyni. A gondviselő félelem kísért ebben. Én félek még, reménykedem, adott. Én félek még, reménykedem, ez a megtart. Ezt ki miről énekelni? Hát megkérdezni, csak hogy pontosan tudjuk. Végül is a Somának köszönheti az egész stáb, hogy ő volt ebben az értelemben, ő aktualizálta a formákat és a módszereket a fiatalokra fazonírozva, hogy a ső érdeklődési körüknek és az ő napi szokásaikhoz igazodó módon kerüljünk mi is úgy képbe, hogy lám, az irodalom és a vers is lehet a hétköznapok része. A Vivinek a jelenetébe, amit most vennénk, akkor vállalod, hogy te persze fogsz az ágyban feküdni, jó? Nem fogsz látszódni, csak hátulról, a hátad, nem tudom, lábad, csak azt fogjuk látni, hogy egy férfi test fekszik bent az ágyban. Bebújik melléd, ugye nyilván az a szitu, tudod mi a szitu. Vivi kijött a gyönyörű éjszaka után a természetben, vesz kettő friss levegőt, na és ott indul az ő verse. Az én versem Kányadi Sándor Harmat a csillagon című verse. Ez tulajdonképpen Kányadinek szerintem egy arszpoétikája. És a jelenlegi koncepció szerint ez úgy néz neki, hogy én a szerelmem mellől felkelek, és kimegyek egy kicsit friss levegőt szívni, majd visszatérek a szerelmem mellé egy éjszaka után. Oké. Okay. Na, nézd meg az elejéről, csak azt, hogy innen, tehát itt kifordítatod, nem kell, hogy lásd, hogy mit mutat a screen. Hát nagyjából ott van fönt, fűzfával, nyírfával, lejössz ide a csomogószökőkútra, belekomponálod az arcodat, és már el is indulsz. De a beosztást, azt nézzük meg, hogy tehát körülbelül mennyi az a szöveg, amennyit egyet apnak, majd utána mész tovább ezen az úton, oda bemész, és akkor ott lesz a takarítónő. Idáig, ez jó. Elmondod idáig, és a végén innen ebből. Nem tudom, hogy elnézel arra, vagy nem tudom mi, vagy lerakod a ez jó? Ez tetszik nekünk? Hogy lehet használni egy kis lóvállást. Nagyon szomorú aktualitása van ennek a dolognak, hiszen Kányadi Sándor halálával a magyar és a közép-európai irodalom egy hallatlan nagy értékét veszítette el. Neked most az a feladatod, hogy ennek a halálba táncoltatott lánynak a belső világát valósít meg. Te vagy a halálba táncoltatott, most a nemektől függetlenül, hanem ezt a fajta drámaiságot és egyre növekvő, sodró, lendületű kiszolgáltatottságot kell egyre jobban megcsinálni, egészen a megsemmisülésig. Fuck.
fekete-piros csütörtök és vasárnap délután. Kanyádinak a fekete-piros versét mondom. Eléggé jól állunk, és a filmkoncepció az lesz, hogy a trambolin ugrálok, körbe-körbe megyek, és a végén pedig kifulladok és elesek. Járnak süllyedő háztetőn. Én Kányádi Sándornak a Jókétló szolgája című verset mondom. Ami egy nagyon személyes történet, ami egy a költőnek két házi alatához köthető, két lóhoz kapcsolódik. Tegnap dolgoztunk először igazán a versekkel, és én Marna Gyöngyi színésznővel dolgoztam ezen. És ekkor, mikor ez lesz, hogy meg is haraptam, akkor lesz a szobatársnődnek a bejövetele a szobába, tehát ergo hallani fogsz, nyilván hallott, hogy nyílik az ajtó, majd alárakunk egy ajtónyikorgást. Ezt a történetet találtuk ki a számára, hogy ezt a paplan alatt mondva, kvázi rejtőzködve a családjától, tudod az, amikor már leoltották a lámpát, de még azért olvasod egy kicsit a takaró alatt, de azért még mondod a sztorit, és ezt mondja bele a telefonba, kvázi, mintha valamilyen barátjának mesélni ezt a történetet. A saját kisfilm most még alakulóban van, még nem igazán ezzel foglalkoztunk. Először ugye fontos, hogy a vers kiforjon. Elképzelések már vannak, hogy fog ez kinézni, de ezzel kapcsolatban még igazán konkrét gondolatok nincsenek. Még a két jó dolgot meg nem ablakoltam. Például a Gubián Ádámnak van egy verse, amire sok agyalás után úgy gondoltuk, hogy legyen ez egy utolsó üzenet, egyfajta búcsú. Amikor is ő egy gáz tűzhelynél, meg van nyitva a gáz, és halljuk ezt a hangot, ahogy a gáz szivárog, és ő csak játszik egy gyufával. Kányádi Sándor Nekem az ég című versét választottam. Ezt azért is mondom, mert nekem különleges, hogy a tájat leírja az első verszakba, és ahogy a rosszról és a jóról, meg a hitről beszél. Ez engem nagyon megfogott ebben a versben. Nekem az ég régen is kék volt. Szerintem ez egy különleges dolog, és elég nagy súlya van ennek az egésznek, hogy filmet forgatunk ebből az egészből, mert és hát számomra, mert teljesen más közeg, ahol most élek, meg ahol most itt van, ez az egész almási kastély, és itt forgatunk filmet, ez nagyon jó érzés, hogy ebbe részt vehetek, de egyben nehéz is, mert ez megvalósítani nem egy könnyű feladat. Deme Fanninak van a nagyon édes verse, egy ilyen, Kányádi Sándor úgy írta meg, hogy abszolút kérdez, felelek. Kányáditól a Rum és Erkölcsöt választottam. És kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha ő egy telefonon kommunikálna egyébként saját magával. Filozófikus ez a vers, de talán pont ezért fogott meg. Komolyabb ugyan, és sokat kell vele küzdködni, mert ugye hát még nem az én korosztályomnak való. Felteszi a kérdést, majd jön rá a válasz, és akkor látjuk, hogy ja, a válaszadó ő maga. Vízszintesen, igen. A versem tulajdonképpen nem is egy belső monológ, de hasonló ahhoz. Tessék! Ha ez az erkölcs le van ejtve! Azt mondom én is, le van ejtve! Nekem az ilyen nem erkölcsöm. Azt mondom én is, hogy nem erkölcsöm.
Én Kányádi Sándor Margaréta című versét választottam. Ennek egyik oka az, hogy régebben már mondtam ezt a verset, akkor még egészen más gondoltam róla. Figyelj, én ezt indítom. Így is. Figyelj, úgy fogjuk csinálni, Laura, hogy kamera forog, tessék, után indulsz. Ennyi, ott a vége, és akkor kikapcsoljuk a telefonokat, jó? Picit vissza kéne talán emlékeznem arra, hogy én milyen kislány voltam, vagy kisebb kislány voltam, és hogy milyennek látom most a kislányokat, tehát hogy egy ilyen kettősséget kéne belevinni. Le is szedni, ha nem volna mindkét keze megpakolva. Kányádi Sándornak a Tudott című versét választottam. Teljesen véletlenül jött az ötlet, mert ahogy olvasgattam az összes versei közül a verseket, ez volt az, ami elsőre így megtetszett és megfogott. Csukta az majd. Ja, itt is. Csak a nem sötét fényben jött, mint. Jó, vagy kilincsesen? Jó. Szerencsére már tegnap Zámbori Somával át tudtuk beszélni a verset, és ő nagyon-nagyon sokat segített nekünk abban, hogy ugye az idei koncepció alapján magunknak készítünk majd kis filmeket telefon segítségével. Igen, most csak nézek valamit, hogy milyen a kép hatája. Majd oda nézzük. A Tudat című vers ugye szerintem Istenhez szól, egy fohász. Így azt a koncepciót találtuk ki, hogy valójában teljesen hétköznapi cselekedetet csinálok, éppen lefekszek aludni, és aközben jut nekem eszembe az, hogy én Istenhez szóljak, és elmondjam ezt neki. Gyere, igen. Most csak próba. Igen, csukd be az ajtót. Jó, majd meglátjuk, hogy zavar-e. Szerintem nem fog zavarni. Jó, jó. Beállunk ide, hogy... A mikrofonokon nem kell már. Elején annyi lehet, hogy... Vagy ja, itt van! Már, kedves nézőink, már önöknek beszélek. Már az történik, hogy itt van. Tehát, hogy ha onnan visszanézel, akkor rögtön vissza a kamerába. Jó, értem. Ez a kettő nézés irányod van, nincs más. Jó. Az elején lehet, amikor még nem vagyok a dátában. Az elején. Elég is a szöveg. Még most is ott viszik az elveszett. Én Kányádi Sándornak az Elveszett követ című versét választottam. Igazából ez azért került erre a választás, mert sosem mondtam ilyen humorosabb, ilyen nem azt a komolyabb verset, hanem tehát mindig a komolyabb verseket mondtam, és ez most tökre más. Én is folytatnám, hogyha ezzel készülve viszontlátásra. A film az úgy áll jelenleg, de ez még csak egy ilyen első rögtönzött elképzelés, hogy én egy tévében fogom ezt így mondani, vagy így a kamerának, és akkor így, mintha egy tévé bemondós lennék. Farkasházi István tanár úrral tegnap el is kezdtük kivesézni ezt a verset, és nagyon sok tanácsot tudott nekem adni abban, hogy melyik rész az, ahol egy kicsit intenzívebben, hangerővel játszani. Tehát itt tökre olyan dolgokat kell belevinni, ami színesebbé teszi. Mit tagadja? Nincs ebben semmilyen pártos. A te felismerésed van benne. Abban egy őszinte, kicsit önleleplező, mit tagadja? Mint hogyha szabadon fogtalak volna valami kis hallgatóság. Mit tagadja? Itt Farkasházi Istvánék nagyon komoly munkát tesznek oda, és szakmaiakban mindenféleképpen támogatnak minket, és rengeteg dolgot tanítanak nekünk. Tehát szerintem ez mindazoknak, akik csak úgy autodidakta foglalkoznak a verseléssel, és azoknak is, akik ezt nem hobbiként szánják maguknak, hanem akár az életpályájukként választják, azoknak is ez egy nagyon jó tábor, mert itt tényleg sokat tudunk tanulni. A telefonok láthatják is egymást. Az Ákos közben szelfizi magát,
De nem az a fontos, hanem ő rá fog szaladni minden egyes telefonra, és akkor mondja a szöveget, amikor már ott van a telefon mellett. Akkor, amikor kimentem. És kifosztva, mint egy királyi sírverem. A gát mögött. Igazán öröm és szórakoztató és játékos a munka, mert egyébként szerintem ők el sem tudják képzelni, hogy ők milyen nagy munkát, és hogy A-ból B-be, hogy milyen utat járnak le, hogy mi mennyi fejlődésen, tanuláson mennek keresztül. Ezeknek a gyerekeknek az egyik legfontosabb ismérve a kreativitás, és az a fajta szakmai tudás, ami kellő bátorságot és készséget ad ahhoz, hogy a nyilvánosság elé lépjen. Nagyon könnyű ezzel a csapattal idén dolgozni, mert hihetetlenül érzékeny gyerekek, és annyira instrukció érzékenyek és bátrak, és tényleg nagyon őszinték. Nagyon meg vagyok vele kerégedve, nagyon intelligensek, nagyon könnyen, nagyon instrukcióképesek, felkészülten jöttek, megtanulták a verseket, szeretik egymást, tele vannak jósággal, tele vannak tehetséggel. Nagyon, nagyon jó tehetség jött a szépen. És utána még kicsit folytatjuk a forgatást. De most így lezárjuk, aztán egy kicsit még megyünk vele. Mondjatok valamit, Léci. Én még összeszedem a gondolat. Én sem volnék, ha nem volnál.